Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy egy amatőrfilm következik. Jó szórakozást kívánunk! Jöttél vissza. Nem tudtam, mit csináljak. Megbeszéltük, hogy ne gyere vissza, ha baj van. Megláttak, teljesen összezavarodtam, az óra se járt már. Azzal ne foglalkozz, megjavítom. Thank you.
Jó napot, tudok segíteni? Jó napot. Talán igen. Mi a panasza? Mostanság elkezdett sietni egy kicsit. Ez egy vacak. Nem szoktam digitális problémákkal foglalkozni. Jobban járna, ha venne egy normálisat. Köszönöm a baráti tanácsot. De engem valójában az egyórás üzlet érdekelne. Hogyan szólíthatom? Farkas. Értem. Honnan hallott az egyórás üzletről? Megbízható forrásból. Elvileg már ő is kipróbálta. De mikor vághatunk bele? Hát ha készen áll, akár most is. Itt vagyok. Azt tudnia kell, hogy mindig előre kell fizetni, és nem garantálom, hogy bármi is történni fog. Imádom az ilyen üzleteket. Valamiben meg kell élni. Mennyit kell fizetni? Alkalmanként 20 000. Nem lesz ez egy kicsit sok? Nem csóroknak vagyok itt. Rendben, de mint mondtam, lehet, hogy semmi nem fog történni. Igen, felfogtam. Várjon itt, mindjárt jövök. Vissza, sajnálom. Ez meg mégis mit jelent? Csak azt, hogy most befejeztük. Ne. Álljunk csak meg. Ezért fizettem 20-at. Sajnálom, de ez van. Délután ugorjon be, és próbálj meg újra. Most szórakozik velem? Ne, eszem ágába sincs. Hát jó, még benézek. De... minden alkalommal fizetni kell. Volna pofája újabb 20-at elkérni? Volna. Szóltam, hogy sok esetben érezhetően nem történik semmi. Érezhetően? Hát ez nagyszerű. Ezek a mai emberek türelmetlenek. Bocsánat, hozna egy sört a barátomnak is? Igen, azonnal. Hogy vagy, haver? Ne is kérdezd. Inkább ne beszéljünk róla. Értem. Oké. És a húgod? Ahogy viseljük? 2 napja találkoztunk. Akkor már valamivel jobban volt. Parancsoljon. Egészségükre. Figyelj, ha segítség kell, csak szólj.
Ha már így rákérdeztél, akkor jól jönne egy kis... Pénz? Uh-huh. Fasza. Piára? Nem, eskü. És nem is tudsz rá. Hát jól van. Mennyi kell? 1,20-as. Az nem kevés. Tudom. Jó, ezen most nem újjon. Kösz, haver. Te vagy a legjobb. Itt vagyok, csinálhatjuk. Oké. Várjon még egy kicsit. Jó, jó, megyek. De ezúttal csináljon is valamit. Ne nekem mondja. Nem vagyok normális. Na? Sajnálom, de ezúttal sem. Mégis mi folyik itt? Nyugalom. Hogy nyugodjak meg? Ha itt törünk, attól jobb lesz. Kérem vissza a pénzemet! Milyen alapom? Az, hogy most nem történt semmi, ez is az üzlet része. Emlékszik? Ennél már a semmi is több. Nem rajtam múl. Nem? Figyeljem. Pihenjem. Gondolj át a dolgokat. Majd ha ez megtörtént, jöjjön vissza. Majd ha hülye leszek, akkor. És kérlek, bocsáss meg, hogy nem tudtam vigyázni rád. Sajnos nem tudom jóvá tenni. De próbálok enyhíteni a hibámon. Nyisd ki, kérlek, én vagyok. Hello. Te aztán tudsz időzíteni. Rosszkor jöttem. Bemehetek? Mindegy. Gyere be. Ez tényleg nem az, aminek látszik, haver. Igen. Én csak... Csak mi? Nem csak... izé... Befejeznéd végre. Ő a bátyám. A bátyád? Úgy bassza meg, miért nem ezzel kezdted? Alex tud erről a Jancsiról. Vele most egy kicsit szünetet tartunk. Figyelj...
Szükségem lenne egy kis segítségre. Már megint? Ja, de most csak egy kevés kell. Máshoz nem fordulhatok. Te még az előzőt sem adtad vissza. Tudom, bocsáss meg. Ha jövő héten lesz egy új melóm, akkor mindent visszaadok. A szavamat adom. Hamarosan hívlak. Annyira azért nem kell sietni. Foglalkozz inkább magaddal. Ne haragudj. Csak nem keveredtél már megint valami bajba. Nem szeretnélek téged is elveszíteni. Nem, nem. Nincs semmi ilyesmi. Ne aggódj. Mennyi kell? Ahó! Van ott valaki? Hé, várjon! Szép jó reggel, farkasú. Látom, szeret ide járni. Ennek örülök. Ide figyeljön, nem vagyok vicces kedvemben. Maga egy rohadt csaló. Folyton elteszi a pénzt, de nem csinál soha semmit. Álljon le. Ezt a maga érdekében teszem. Tessék, ezt most higgyem is el. Nem kötelező, ott a kijárat. Értse meg. Nekem kurvára fontos lenne. Ön is értse meg. Tudom, mit csinálok. Igen. Azt én is. Például átbassza az embereket. Hagyjon engem végén. Szeretném újból megpróbálni. Biztos? Jól átgondolta? Igen. Van pénze? Van. Van nálam pénz. Jól van. Mindjárt jövök. Igen, tudom. Most akkor mi van? Rendben mehet. Ezt már szeretem. Úgy látom, nem hiába vitáztunk. Eddig se rajtam múlott. Ön lett határozottabb, és ez jó hatással lett az eredményre. Aha. Kövessen. Ezt most beadom. Pontosan egy órát fog visszamenni az időben. Amikor felébred, lesz a karján egy óra. Azt ne vegye le. Számolni fogja az időt, hogy mennyi van még hát, hogy visszaérjen. Visszaérni? És hová? Az érkező szobában. Itt van a bolt hátsó bejáratánál. Ott menjen be, a nyilak majd oda vezetik. Bent találni fog egy üzenetet. Kövesse a rajta lévő utasítást. Értem. Csak ennyi? Nagyon fontos szabály, csak akkor térjen vissza, ha minden sikeresen elvégzett.
ha bármilyen okból is meghiúsul a terve, ne térjen vissza a szobába. Pontosan egy órája lesz arra, hogy megoldja azt, amiért megy. Ja, és még valami. Semmiképp ne keresse fel önmagát, és főleg ne álljon vele szóba. Jó, oké. Még ma meg kell csinálni. Nincs elég idő. Elnézést. Én a főnököt keresem. Nincs itt. Nem, kurva. Még ma. Megbeszélem a fiúkkal. Oké. Nem tudja, merre lehet? Úgy tudom, hazaugrott valamit elintézni. Nem hiszem el. Leszállsz, vagy leszállítsalak. Tempó! Azt hiszem, ma késő. Akkor este megoldjuk, most fontos elintézni valamit. Ezt már nem itt hagytad. Ó, köszönöm szívem. Siess haza. Sietek.
Ezt tudod, hogy miért. Képzel? Gyerünk, indítson! Mit akar? Tegye, amit mondok, és nem esik bántódásra! Mit kéne tennem? Vigyen a János utcába, de gyorsan! Az asszony. Regye csak föl, de... Mondja, drágám. Aha. Jó. Hozok tejet is. Én is szeretlek. A francba dugó van. Itt forduljon le. Álljunk meg, itt jó lesz. Kösz a fuvart. Ennyi bőven elég.
hoztad be magadnak. Mi történt? Visszaért. Vissza? Milyen vissza? Nem emlékszem semmire. Nyugalom. Így szokott lenni. 10-ből alig 3-an emlékeznek vissza. Akkor én a többi 7-be tartozom. Te ezek szerint? Az még megvan, hogy visszamentem egy órát. De vajon mit csinálhattam? Ezt most tényleg tőlem kérdezi? Azt a rohadt! Biztos sokat rohant. Várjon csak. Találtam egy kést. De már nincs meg. Talán jobb is így. Ha nem emlékszem, hogy mit tettem, honnan tudjam, hogy mi történt? Azt tudja még, mi volt a célja? Azt igen, persze. Hát akkor járjon utána. Ellenőrizze. Elnézést! Én a főnököt keresem. Nincs itt. De már mondtam nemrég, hogy hazaugrott. Tessék! Ja, igen. Tényleg. Már nem izzadtam. Ilyen Martos. Mi? Oh.
szinte részvétem. Köszönjük. Nagyon sajnálom. Fiamként szerettem hát. Ő volt a legjobb testvérünk. Apa kedvence. Igen. Büszkék is voltunk rá, hogy ő nem olyan volt, mint mi. Jobban kellett volna vigyáznom rá. Ne hibáztasd magad. A bátyja voltam. Nekem kellett volna mellette lennem is megvédenem. Bárcsak visszamehetnék az időben, hogy mindent helyrehozzak. Legalább a gyilkosa megkapta méltó büntetését. Emlékszem, amikor utoljára feljött hozzám, akkor kellett volna jobban észhez térítenem. Ne csináld ezt, nem engedem. Nyugi bátyám, minden rendben lesz. Már hogy lenne minden rendben? Az egy állat. Nem lehet semmi bajom, Nyugi. Úgy látom, te nem ismered azt az embert. Bármire képes. Na jó, figyelj. Hogy is mondjam, de figyelj, ezt most nem mondd el senkinek, de van itt egy órásbolt a közelben a városban, ahol én kérhetem az egy órás üzletet. Egy órástól fog segítséget kérni? Jaj, nem, de hogy bármint, hogy jó, de egy órástól, de nem úgy, ahogy azt te gondolod. Nem tudlak követni. Tudom, hogy hülyesének hangzik, de ott egészen addig megpróbáltam újra és újra megoldani az ügyet, amíg legalább egyszer nem sikerül. De érted, amit mondasz? Figyelj, én sem tudom, hogy csinálja, de azt tudom, hogy elvileg kapok egy órát, és hogyha ennyi idő alatt nem sikerül megoldani, amit szerettem volna, akkor egyszerűen olyan lesz, mintha meg sem történt volna. Mert nem is engedem, hogy megtörténjen. Jaj, bízz bennem, bátyám! Féltenek, öcskös. És nem akarlak elveszíteni. Gyere, menjünk. Bátyám!